A 2020-as évre tervezett feladatokat ebben a helyzetben is el tudták végezni, mondta Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere. Az intézmény hálózat működőképessége stabil volt, és sikerült megőrizni a munkahelyeket is a városban. A nehéz helyzet ellenére az összefogás példaértékű a településen, többek között a bevásárlásban és a gyógyszerkiszállításban is együttműködtek a városlakók. Az önkormányzat folyamatosan nyújtja be a pályázatokat, és zajlanak a már nyertes pályázatokhoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok. Van egy központi óvodánk, ami óvoda és bölcsöde is egyben, és az óvodai részleget tavaly sikerült felújítani teljes mértékben, és ennek az épületegységnek a bővítése fog történni. Több mint 170 millió forintot nyertünk erre, és ennek a közbeszerzése is folyamatban van, és várhatóan jövő év április elején kezdődik el a bővítése, építése ennek az épületegységnek. Már eredményes közbeszerzési eljáráson vagyunk túl, egy energetikai típusú pályázattal kapcsolatban ez a mentőállomás és az idősek otthonának a külső hőszigetelése, nyilászáró cseréje, és a mentőállomás esetében még a tető víz szigetelése és egy napelem park telepítése rá. Ez is több mint 72-3 millió forint. Ennek is a kivitelezése a jövő évre csúszik. Van egy nagy projektünk, ez az ipari parknak a alapinfrastruktúra fejlesztése. Ez egy kicsit megcsúszott időben, az előbb is említett okok miatt. Aki sportolni szeretne Tiszalökön, sok mindent kipróbálhat. A kézilabdától a labdarúgáson át az úszásig és teniszig szinte minden sportágnak megvannak a minőségi feltételei, de olyan kuriózum is megtalálható a városban, mint a Techba vagy az új típusú kondipark. Fejlesztések tekintetében az ipari park több 100 millió forintból valósul meg, a hozzátartozó gépek munkaeszközök beszerzésére pedig 70 millió forintot tudnak fordítani az új nyertes pályázatnak köszönhetően. A város vezetése fontosnak tartotta, hogyha önerőből is, de javítson az utak minőségén. Meglévő utakat hol murvás, kőzúzolékos, hol mataszfaltos javítással vagy építéssel úgy rendbe tenni, hogy tényleg az használható legyen a téridőszakban is. Ez több mint 12 millió forintos saját erőből valósult meg. Volt egy turisztikai ügynökséges pályázatunk, a strandon valósítottunk meg családi öltözőt, mosdót, pelenkázót, kinti öltözőt, tájékoztató táblákat, ez közel 9 millió forintos volt, feltétlenül említést érdemel, és tudom ennek a folytatását is most már bejelenteni, hogy 14,8 millió forintot nyertünk további ilyen turisztikai típusú fejlesztésekre, szintén a strandra. Évekig megkeserítette az életünket, ezt a polgármesteri hivatalnak az egész épületegységét teljes mértékben úgy újítottuk fel, hogy a tető, hő és vízszigetelését végre, végérvényesen meg tudtuk csinálni, úgyhogy most már kiválóan védő vagyunk hidegtől, melegtől, meg a víztől is. A polgármester szerint még nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a hulladék szigeteket teljes mértékben fel tudják számolni a városban. A 2021-es évben a legfontosabbnak a koronavírus feletti győzelmet tartja a városvezető, és olyan költségvetés szeretne, amely reális, biztonságos és kivitelezhető, és amelynek segítségével folyamatos a fejlődés. Várják a modern városok újabb pályázatait, valamint a következő uniós ciklus fejlesztési forrásait, amelyeket a város érdekeinek megfelelően kívánnak majd felhasználni.